Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a Magyar Titok, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont két hetente jelentkező csillagászati magazin műsora. Szemfüles nézőink észrevehetik, hogy nem pontosan úgy néznek ki körülöttem a dolgok, mint szoktak. Ennek oka van. Amikor ez a fölvétel készül 2022. május talán 24-én, kedd délután, akkor két napra vagyok egy amerikai útra való indulástól, ami normális esetben a két hetente fölvett Magyar Titok adásoknak a csütörtöki napjára esik. Azaz, ezt a műsort két nappal korábban veszem fel, mint szoktam, három rész után, hogyha beszélhetek egyáltalán szokásról, és ráadásul nem is lesz időm megvágni azt oly mértékben, mint ahogy megint csak szoktam az első három részben. Ennek megfelelően a mai Magyar Titok rész, melynek leadási dátuma május 37-fő, valójában egy kvázi élő műsor lesz, minthogyha az élő csillagászat Kis Lászlóval műsor folyamul kiemelnénk egy csillagászati hírblokkot. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül, lehet, hogy a jövőbe így fogunk működni normál üzemmódban is. Első hírünk egész friss dolognak tekinthető, hiszen május 31-én magyar idő szerint kedd reggeli órákban, 7-8 óra környékén egy előrejelzés arról szól, hogy a 73P és Wassmann-Wachmann 3 üstökösnek egy lehetséges meteor kitörése lesz megfigyelhető. Ez a műsor is azért ilyen rendhagyó, mert én magam is a várható kitörés potenciális megfigyelési helyszínén fogok tartózkodni, amikor ez a videó lemegy. Ugye a meteor kitörések olyankor következnek be, amikor a Föld áthalad napkörüli pályán egy üstökösből a közelmúltban kidobódott nagyobb mennyiségű porfelhőn. 2022. május 31-én a magyar idő szerint délelőtti órákban ez a meteor kitörés, ez az előre jelzett hulló csillag föltűnés, ez ugye a 2006-ban utoljára észlelt, és utána előtt 1995-ben megfigyelt 73P és Wassmann-Wachmann 3 üstököshöz köthető. Erről látunk itt most, hogyha mellén pillantunk egy nagyon szép Hubble űrtávcsöves fölvételt. 1995-ben szétesett darabjaira ez az üstökös, és akkor a kidobódott porfelhőnek egy kisebb része bizonyos eséllyel egy olyan helyre került az üstökös pályán, amin kedd délelőtti órákban át fog haladni a Föld. Reményeink szerint akár óránként 1000-10000 meteor is föl fog tűnni. Hát nem hosszú órákig tartó időszakban, mindösszesen egy 32 perces időintervallumban. Tehát akár másodpercenként 1-2-3 meteor is föltűnhet. A dolognak a szépsége az, hogy mondhatjuk azt, hogy ez a Tau Herculidák meteor rajnak az előrejelzett kitörése. Ez kevésbé érdekes, mert rég nem a Tau Herculis jelzésű csillag mellől jönnek ezek a égi porszemek, hanem egy Arcturus Botes környéki vidékről fognak érkezni. A dolognak ugye a nehézségét pedig az adja, hogy Magyarországról ekkor fényesen fog sütni le a nap világa. Ahonnan ez legjobban látható lesz, az az amerikai kontinens. Észak-Amerikában lesz valahol Kalifornia környékén pont az emberek feje fölött a kisugárzási pont, ahonnan jönni fognak a porszemek. Mi magunk Texasba fogunk elvándorolni, egy kisebb magyar expedíciót vezet Sárneczi Krisztián, igaz Antal, tagja még az expedíciónak én magam Kis László, Rózsa Egyi Márton, illetve kint tartózkodó erők közül Vinkó József és Deme Lívia is ott lesz velünk, hol? A McDonald Observatóriumban, ahonnan egyébként tervezünk egy élő bejelentkezést legalább a Schwab-hegyi csillagvizsgáló streamelt Facebook Live műsorában, valamikor a kedd magyar idő szerint talán kora délutáni órákban, illetve, hát ha minden jól megy, akár talán még a mainstream médiában is egy telefonos bejelentkezésre sor fog kerülni. Na, arra kérem minden kedves nézőnket, hogy most, amikor ezt nézik, remélhetőleg hétfőn este,
vagy akár még kett hajnalba, és akkor szorítsanak, vagy kett délelőtt, szorítsanak piszkosul, hogy ez a magyar expedíció járjon sikerrel, azaz legyen korrekt az előrejelzés ezen meteor kitörés esetleges bekövetkeztéről. Természetesen a magyar titok következő részében egyáltalán nem fogjuk eltitkolni, hogy mit láttunk Amerikában. A jelenlegi terveink szerint a mostani műsorhoz képest 3 héttel később fogjuk ezt majd bemutatni. Bízzunk benne, hogy szép lesz, kérem szépen nézőink spirituális, mentális támogatását. Első ismertetendő szakcikkünket egy népes szerzőgárda jegyzi, akik a csillagkeletkezés téma körében mélyültek el. Ugye a Csillagászati Intézetből egy nagy csapat, Fotein Likou vezetésével, aki Kóspál Ágnes ERC posztdoktori kutatója, az FU Orionis jelzésű fiatal csillagot vizsgálták meg interferometriával a közeli infravörös tartományban, a VLTI, azaz a Very Large Telescope Interferometer műszer együttesnek a MATIS alrendszerével. Ha megnézzük a szerző listát, akkor ugye Likou kolléga nő után látjuk Ábrahám Pétert, Lej Csent, Varga Józsefet, aki Hollandiában tartózkodik, Kóspál Ágnest, Mihály Szivákot, Szabó Zsófiát, ők mind a Csillagászati és Földrajzi Kutatóközpont Csillagászati Intézetéhez köthetőek. Ugye a vizsgálatuk célpontja egy nagyon nevezetes csillag, az FU Orionis. Itt mellettem látható egy nagyobb látószögű szép felvételen. Nem messze a Betelgeuse-től, hogy az Orion csillagképnek a tetején, ez egy ilyen 9-10 magnitudós csillag, amiről azt lehetett kimutatni az elmúlt 100 évben, hogy egy kialakuló félben lévő kis tömegű objektum, nagyjából a 6-7 naptömegű, itt azt látjuk ezen a fotón, hogy milyen környezetben talált az a sötét köd, ott ami mellette kitakarja a háttércsillag fényét, az a molekula felhő, amiből kicsomósodott maga az FU Orionis is, és ami miatt az FU Orionis egy nagyon nevezetes csillag, az a karakterisztikus fényesség változása. Valamikor az 1930-as években hirtelen felfényesedett nagyjából 6 magnitudót, azaz 250-szeresére növelte látszó fényességét, és aztán úgy maradt. Hát nem pontosan úgy maradt, mert ha megnézzük itt mellettem ezt az ábrát, akkor a kék pontok jelzik azt, hogy a 2000-es évekig nagyjából egy olyan 1 magnitudónyit halványodott a maximumhoz képest, tehát az eredeti 1930-as évekbeli állapotához képest nagyjából olyan 100-szor fényesebb már csak, mint akkor volt. Mi okozza ezt a különleges fényességváltozást? Az elméletek szerint egy ilyen kialakuló félben lévő csillag körül még ott van az a csillag körüli korong, egy ilyen protoplanetáris disznek is hívhatjuk adott esetben, amiből időnként nagyobb mennyiségben bezúdul az anyag a kialakuló csillag felszínére, és olyankor fölfényesedik az egész rendszer. Ezt látjuk itt mellettem, fölül a csillag, ami hirtelen elkezdi beszippantani az anyagot, és akkor adott esetben néhány hét, 1-2 hónap alatt eljut a legalsó ábrán látható állapotba, amikor nagyon fényesen ragyog az egész. Ilyenkor ugrik meg a fényessége akár 250-szer fényesebb állapotba, és tulajdonképpen azóta ezt a lassú halványodást ez az állapot őrzi. Tehát szépen zúdul be az anyag folyamatosan, mint hogyha valaki megnyitotta volna a csapot a csillagköli korongból, a akréciós korongból, és az azóta is ott zúdul befelé, és hát van egy ilyen nagyon fényes luminozitása. Most ennek a belső szerkezetét fölbontani nem lehet közvetlen képalkotással, ezért aztán interferometriához fordultak a kutatók. Ugye a VLTI az jelenleg a világ legnagyobb optikai interferométer műszer együttese, Chilében található, Cerro Paranalon, ahol 4 8 méteres óriás teleszkóp mellett 4 1,8 méteres teleszkóp is található, összesen 8 távcső fényét lehet összekötni, hogy utána megnézzük olyan képet, amit adott esetben egy akkora távcső állítan elő, mint amekkora a távolság a legtávolabbi távcsövek között.
Ebben az esetben 130 méterre van a két legtávolabbi teleszkóp a teljes hálózatban, tehát olyan az elérhető fölbontás, mintha lenne egy 130 méteres távcsövünk. Na hát ezzel éppen csak, hogy sikerült fölbontani egy nagyjából 1,3 ezred ívmásodperces pontforrást ott középen, a hősugarak L-sáv nevű tartományában, és igazából ez a akréciós korongnak a legbelső forró, hát belső tartalmány, gázzal dús tartománya. Meg is mutatnám, hogy a sematikus ábrán pontosan mit mértek ki. Ugye itt lehet látni mellettem az F Orionisnak a kialakuló csillagát, és mellett egy ilyen nem méret arányos ábrázoláson azt a gáz és porkorongot, ami a csillaghoz közelebb össze van húzódva, a távola pedig így szépen így széttágul, fölmegy, és ennek a belső tartományát sikerült itt megmérni a Matisse műszerrel, ott fölül lehet látni, ez nagyjából egy olyan körülbelül 2-3 csillagászati egységnyi tartományt sikerült nekik kimérniük. Ebből a korong, csillagkorong fölbontásból sikerült meghatározni a belső objektumnak a tömegét, vagy hát legalábbis meg lehetett hát mondani, hogy körülbelül mennyi lehet, ugye 6/10 naptömeg, nagyjából 2×10⁻⁵ 200 000 naptömegnyi anyagot nyel el évente, és valójában az adatok teljes elemzéséből kijött az, hogy ez a korong, amit a csillag körül van, még nagyjából egy 1/50, tehát 200-nyi naptömeg anyagot tartalmaz. Úgyhogy összességében egy olyan rendszert látunk, amilyen a mi naprendszerünk lehetett nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtt, még zajlanak a kialakulási folyamatok, és az ezekbe való betekintéshez a világ legnagyobb távcsövének interferométerét, azaz a VLTI-t kellett használni. Az magában egyfajta dicsőség, hogy a vezető szerzők azok mind a Csillagászati Intézet munkatársai, tehát egy versenypályázati rendszerben sikerült elnyerni azt a műszeridőt, amivel az FU Orionis a saját típusának névadó csillagát sikerült fölbontani korongjára, és ezáltal a csillag keletkezésnek egy újabb részletére sikerült fényderíteni. Legutóbbi adásunkban Csizmadia Szilárd, a Berlini űrkutatási intézet munkatársa két cikkével is szerepelt. Bizony, jó hírem van Csizmadia Szilárd kedvelőinek, hogy a Keops űrteleszkópot használva egy újabb kézirat jelent meg az archive.org preprint szerveren, ami viszont már nem sok szerzős kollaborációs cikk, hanem Alexis Smith és Csizmadia Szilárd kettőjük munkája, ugye egy Keops keresése egy nagy tömegű, hosszú periódusú társnak, hú de csúnya fordítás, a K2-139b jelzésű meleg Jupiter egzobolygónak. Ez nagyon érdekes cikk olyan szempontból, hogy valójában egy negatív eredményről szól. Akartak valamit kimutatni, de az nem sikerült. Ettől függetlenül, hogy nem sikerült kimutatni azt, amit szerettek volna, értékes tudományos eredményekre jutottak, amit az is jelenti, hogy az Astronomical Journal nevű amerikai folyóirat elfogadta közlésre ezt a vizsgálatot. Ugye a K2 az a Kepler űrteleszkópnak a 2013 és 2018 között működő második szakasza volt, amikor az ekliptika mentén nagyjából 80 napos időszakokban tudott megszakítás nélkül méréseket végezni. Itt sikerült felfedezni a K2-139b jelzésű fedési egzobolygót, ami egy 28 napos periódusú fedési egzobolygó, tehát 28 naponta, azaz egy K2 megfelelős időszakban pontosan háromszor sikerült a elején, közepén meg a végén megfigyelni azt, hogy a bolygó áthaladt a csillaga előtt. Itt, amire felhívnám a figyelmet, a nagy kék nyíl, az nem a adatokban van, hanem illusztrációs segédeszköz, mutatja azt, hogy a piros pöttyök egy picikét a legjobb illeszkedésű fekete vonal fölé esnek. Ekkor, amikor felfedezték ezt a exobolygót, egyébként a felfedező csapatnak is tagja volt Csizmadia Szilárd, az volt a föltételezés, hogy a csillag korongján egy foltot időnként eltalált az exobolygó, mindhárom átvonulásakor, és olyankor kevesebb fény takart ki, mert egy sötét csillagfolt előtt haladt el, tehát ilyenkor egy ilyen kis fölfényesedésnek látszó dolog tűnt fel a fénygörbén.
exobolygászattal kevésbé szoros kapcsolatban lévőknek egy videót mutatnék, ami a alapjelenséget mutatja, hogy a csillag körül kering a bolygó, mi ezt nem látjuk, hiszen annyira messze van tőlünk, de a jobb oldali kis panelka megmutatja azt, hogy mi az, amit meg tudunk mérni. A csillag fényességét nagyon nagy pontossággal követve kiderülhet az, hogy a csillag előtt áthalad valami sötét test. Ugye ez az exobolygó, ez a fedési exobolygóknak a családját mutatja, hogy mi az alapjelenség. És ami történt, hogy ez a szép, szimmetrikus, ilyen U alakú görbén eltorzulásokat találtak még a K2 mérésében, amik valamikor 2013-4-5-ben, valamikor sok-sok éve, most már 5-6 évvel ezelőtt történtek. Amit ugye Csizmadia Szilárdék próbáltak csinálni, az, hogy a Keopsz űrteleszkóppal, ami az ismert exobolygók karakterizálására épült meg, és kering 2019. decemberre óta földkörüli pályán, megmértek 4 fedést 2020-ban és 2021-ben, abban bízva, hogy most is, vagy akkor is majd lesz, vagy lett volna csillag felszínén egy folt, amit ha eltalál az exobolygó kicsit más útvonalon, akkor ki lehetett volna azt találni, hogy az exobolygó pályája mennyire van megdőlve a csillag forgás tengelyéhez képest. Ha megnézzük itt mellettem ezeket a mosóteknő alakú kis ábrákat, akkor lehet látni, hogy mindegyik szép, szimmetrikus, nincs benne semmiféle eltorzulás, tehát nem sikerült csillagfoltot találni, amit eltalált volna az átolás közben az exobolygó. Tehát mondhatjuk azt, hogy az eredeti célja a Keopsz méréseknek az nem sikerült. Viszont azzal, hogy a K2 mérések pár évvel ezelőtt, illetve a Keopsz friss mérések 2020-ban és 2021-ben együttes elemzést is lehetővé tettek, sikerült pontosítani a bolygónak a keringési periódusát, és ezáltal a jövőben pontosabban lehet előrejelezni, hogy mikor lesz a bolygó a csillag előtt. Mindez ugye azért fontos, mert a 2020-as évek végén fog repülni az Ariel infravörös űrteleszkóp, ami ezt a csillagot és exobolygót is szeretné majd megmérni. Viszont, hogy mikor van a bolygó a csillag előtt, azt ezen Keopsz vizsgálat előtt csak ilyen 2-3 órás bizonytalansággal lehetett volna kiszámolni 2028-2029 tájékán. Ezzel a friss Keopsz méréssel annyira pontosítani lehet az előrejelzéseket, hogy 10 perc pontossággal meg lehet majd mondani még 2028-ban is, hogy a K2-139b mikor lesz a csillaga előtt, azaz mikor lehet majd az Ariel exobolygós spektroszkópai űrteleszkóppal megkísérelni, detektálni az ő légkörét. Az egy nagyon izgalmas mérés lesz majd néhány év múlva. Itt pedig azt lehet látni, hogy a Keopsz űrteleszkóp néha kicsit uncsi vizsgálatokat tesz csak lehetővé, de ezek az uncsi vizsgálatok is megfelelő szakértő kézben fontos eredményeket szolgáltatnak az exobolygó kutató teljes közösségnek. Tovább maradva az exobolygók területén, jól lehet látni az exobolygászat, az a magyar vagy magyar vonatkozású háttérrel bíró csillagászok számára ugyanúgy izgalmas, mint a teljes magyar csillagász közösségnek, az E-Eridani jelzésű csillag exobolygó rendszerének egy elemzését szeretném megmutatni. Ezt 3 szerző jegyzi, akik közül az utolsó Apai Dániel, aki ugye a Stewart Observatory-ban, a Arizonai Egyetem Csillagászat Intézetében állandó álláson dolgozó, asztrofizika professzor, talán az a beosztása, de annak idején ő is ugyanarról a szegedi József Attila Tudományi Egyetemről származott el, ahonnan én magam is 20x évvel ezelőtt, tehát azt hiszem alattam volt egy évvel a Szegedi Egyetem fizikus szakán. Azóta egy nagy, jelentős nemzetközi karrier futott be, és a legfrissebb cikkükben egy nagyon érdekes elemzést hoznak le az E-Eridani jelzési csillagok. Ez az 5. legközelebbi naphoz hasonló csillag, és nem tévesztendő össze az Epsilon Eridanival. Én magam is összetévesztettem először, ugye megosztottam a privát Facebook oldalamon, vagy a szakmai Facebook oldalamon, hogy na, nézzétek, feleim szümtükkel az Epsilon Eridani milyen érdekes, és aztán jöttem rá, nem, ez az E Eridani jelzésű csillag.
Amit itt csináltak, ugye most adok magamnak egy nagy egyest, hiszen táblázatot nem szabad soha vetíteni, az egy G8 római ötös színkép típusú, tehát tényleg a napunktól egy hangyányit hűvösebb csillag, exobolygó rendszerének a vizsgálata, ami, mint említettem, már az ötödik legközelebbi naphoz hasonló csillag tőlünk, ha jól emlékszem, azt hiszem, talán 6 parszekre található, tehát nagyjából 20 fényévre van tőlünk, amiben 3 bolygót sikerült kimutatni a csillagukra gyakorolt gravitációs vonzerejükön keresztül, tehát ezek ilyen Doppler effektussal kimutatott bolygók. És lehet, hogy még van több is. A vizsgálat egy nagyon komplikált elméleti vizsgálat volt, ahol ezt a bolygórendszert próbálták elemezgetni. Ugye 3-ról mondhatjuk azt, hogy egyértelműen tudjuk, hogy létezik-e, vagy létezik, és vannak további jelöltek. És egy Dynamite nevű módszer, dinamit nevű módszert alkalmaztak, ahol a rendszer architektúráját, tehát hogy milyen távolságban, milyen bolygók léteznek már most, a jelenleg ismereténk szerint, vetették össze egy olyan statisztikus vizsgálattal, ami a Kepler exobolygó rendszerekből több mint 2000 adatait felhasználva statisztikusan nézi azt, hogy hol lehet még adott esetben bolygó ebben a rendszerben. Illetve igazolható-e, hogy a Kepler sokbolygós rendszereknél látott csillag, bolygó, tömeg, távolság eloszlásokból még jósolható további bolygóknak a létezése. Na, az állítás az az, hogy valójában a dinamit módszerrel kihozták azt, hogy az a másik 3 bolygó az igenis jó eséllyel létezik, mert ugyanolyan mintázat rajzolódnak ki az E Eridani, vagy más nevén 82 G Eridani jelzési csillag körüli bolygórendszerben, mint amit a Kepler adatokban is látunk. Sőt, megjósolnak különböző hipotézisek tesztelésével egy olyan bolygót is, ami ha létezik, akkor a lakhatósági zónában található. Ugye ez látható itt most mellettem, hogy a lakhatósági zóna az a távolság egy csillagtól, ami kellően messze van ahhoz, hogy ne legyen túl forró a bolygó felszíne, de kellően közel, hogy ne legyen túl hideg. Tehát a felszínén folyékony víz adott esetben elképzelhető. Tehát lényeg az, hogy megvizsgálták a létező, ismert exobolygóknak az eloszlását, és statisztikusan, hogy milyen mintázatokat látunk más exobolygórendszereknél, és kihozták azt, hogy létezhet az a másik, már jelenleg is gyanított 3 exobolygó, és ha létezik ez az F a lakhatósági zónában, de bizony még egy másik bolygó is, talán a G jelzésű is a lakhatósági zónában található. Tehát akár 2 bolygója is lehet megfelelő távolságban a csillagától. Ami miatt ez ugye rendkívüli módon érdekes, a nagy közelség folytán, tehát 6 parszek, 20 fényév körülbelül a rendszer távolsága, az ebben az évtizedben megépülő földi óriás teleszkóp, mint például itt a mellettem föltűnő fantázia képen az Extremely Large Telescope, az európai 39 méteres tükörátmérő gigateleszkóp közvetlen képalkotással rögzítheti, detektálhatja ezeket a bolygókat. Mivel elég közel van hozzánk ez az E Eridani jelzési csillag, nagyon-nagyon éles képeket készítve egy 39 méteres tükrös teleszkóppal bizony a lézeres adaptív optikás, tehát videfej, modern fejlett módszerrel közvetlenül ott az a kis pötty a csillag, mert na az ott az a bolygó, és lehet látni, hogy majd lehet látni reményeink szerint, hogy kering a csillaga körül, ahogy a 2030-as években már, amikor a James Webb is idősödő, öregecskedő űrteleszkóp lesz, akkor a LUVOIR elnevezésű, vagy korábbi nevén High Definition Space Telescope, egy ilyen 12 méteres űrteleszkóppal is közvetlen képalkotással megvizsgálható lesz ezen bolygók felszíne, és amire ugye a cikket is a Apai Dánielék hát fölhúzzák, az, hogy a bioszignatúrák, az életjeleit is akár keresni lehet majd ezeken az exobolygókon. A dolognak egy érdekes történeti háttere az, hogy egy Stephen H. Dole nevű fickó már 1964-ben, az gyakorlatilag 2 év múlva lesz 60 éve, tehát 58 évvel ezelőtt írt egy könyvet, hogy lakható bolygók az emberiség számára, Habitable Planets for Men. És ott ez az E Eridani jelzésű csillagra hoz ki a legmagasabb valószínűséget, hogy lakható lehet, 5,7%-ot,
És akkor erről, hogy olvastam, akkor megnéztem, hogy ki ez a fickó. És akkor rájöttem, hogy még él. Tehát 64-ben, 58 évvel ezelőtt megírt egy könyvet a Rand Corporation számára, egész életében ott dolgozott, 2000-ben 83 évesen ment nyugdíjba onnan, és még mindig él 105 évesen. Én remélem, hogy ő nem az Eridani egyik exobolygójának a lakója, aki ide látogatott a Földre, de mindenképpen egy okos ember, aki már 60 évvel ezelőtt előre látta, hogy ez a rendszer mennyire érdekes lesz. És hát valójában a sci-fi irodalomban is az ő könyvének köszönhető, hogy már a 70-es, 80-as években megjelent ez a csillag, mint potenciális idegenek lakó helye. Há, majd meglátjuk, az biztos, hogy ez a friss tanulmány arra mutat rá, hogy még a legközelebbi térrészben, tehát tényleg ez a néhány tíz fényerő távolságban, ahol ismerünk sok száz csillagot, és sok ezer bolygó lapulhat még felfedezés nélkül, adott esetben ilyen tényleg akár a Földhöz hasonló égitestek simán létezhetnek úgy, hogy még messze nem fedeztük föl az összeset. Elhagyjuk a tejútrendszert, elhagyjuk az exobolygók világát, még a lokális csoportot is elhagyjuk, belépünk az extragalaktikus világba, egész konkrétan meg sem állunk az univerzum pereméig, az ősrobbanás utáni első 1 milliárd évbe utazunk vissza, ahol jelenleg nagyjából 200 olyan kvazárt, tehát kvázi stelláris, csillagszerű rádióforrást ismerünk, amelyekről ugye azt gondoljuk, hogy egy nagy tömegű fekete lyuk nyeli be az anyagot, és a benyelés közben ilyen nagy sebességű gázáramok indulnak ki, ezek ugye a jetek, és valójában az aktivitás, minél nagyobb tömegű a fekete lyuk, annál erőteljesebb. Itt az univerzum peremén azt mutatja, hogy akár milliárd naptömegű fekete lyukak is léteznek nagyon nagy vörös eltolódásnál. Egy friss cikkben egy kisebb csapat, kínai elsőszerzővel, de ugye egy régió barátunk itt a Csillagászat Intézetben, Frey Sándor és csapata, mondhatjuk kis túlzással, publikált egy cikket az Astrophysics Letters folyóiratban. Nagy bázisvonalú rádióinterferométeres vizsgálatok egy telefonszám jelzésű kvazáról, ami 6,44-es vörös eltolódásával, tényleg nagyjából 800 millió évvel az ősrobbanás után már létezett. Ugye Frey Sándorral beszélgettem, mielőtt erről a cikkről hát összegyűjtöttem volna az információkat, és elmondta, hogy amikor beadták a műszeridő pályázatot erre az égi testre, visszahoz, amit hirtelen a címét, VIC-J2318-31-13 jelzés égi test, akkor még ez volt a legtávolabbi kvazár, aminek a rádió vizsgálatait akarták megnézni. A lényeg, ami lényeg, hogy tehát ugye 200-at ismerünk jelenleg 6-osnál nagyobb vörös eltolódásnál, még egyszer azt mondja, hogy az első 1 milliárd évben már ezek léteznek, és a legnagyobb rejtély, hogy a fenébe keletkeztek 1 milliárd naptömegű fekete lyukak az univerzum első 1 milliárd évében. Nagyon sokat nem látunk ezekből az égitestekből, hiszen annyira nagy távolságban vannak. Itt egy optikai kép erről a VIC-J2318 akármi jelzésű kvazárról, lehet látni, ez a Q betű ott mellettem, az a pontszerű test. Na ez az, amit megnéztek, optikai spektroszkópiában tudjuk, hogy iszonyatos nagy a vörös eltolódás, és megnézték, hogy mit látnak benne, mit látnak róla, rádióban 1,6 és 4,7 GHz-es frekvenciákon végezték a méréseket. És hát igazából nagyon sok mindent nem láttak, ugye a háttérben lévő fizikai modell az nagyon komplikált, nagy tömegű fekete lyuk, hullik be az anyag, a behulló anyag fölmelegszik, egy része kidobódik a mágneses terek meg a gyors forgás miatt, egy részét a fekete lyuk elnyeli. Amit ők láttak, az nem ennyire részletdús, mindösszesen egy pontforrás, aminek a méret skálája az 1000 ívmásodperc. Az egy nagyon picike szög. Ha most valaki ránéz, esetleg ketten nézik ezt a műsort, és a szomszédjára ránéz 1 másodpercre, akkor 1 másodperc alatt az átlagos emberi haj nagyjából ennyivel látszik megnőni hosszabbnak, a haj természetes növekedésének köszönhetően. Tehát az 1000 ívmásodperc az iszonyú picike szög. Ennél a kvazárnál ők ki is számolták, hogy nagyjából 5 parszek, tehát egy olyan 18 fényévnek felel meg
fölbontatlan, magányos pontforrás. A jellemzői azok egyértelműen mutatják, hogy ténylegesen ilyen nagy tömegű, tényleg ez a közel milliárd naptömegű fekete lyukról beszélünk, és hát amit ők azért szomorúan vettek tudomásul, ők azt szerették volna, hogy ne egy pontforrás legyen, akár kettő is, hát ezt nem sikerült. Nyilván az egy szent grál dolog lenne látni két nagy tömegű fekete lyukat, adott esetben akár az összehaladás előtt. Egy hármas szerző csapat középen Hajman Zoltánnal, aki ugye a Columbia Egyetemnek a munkatársa már legalább 20 éve, de lehet, hogy már 30 is, de mindmáig publikál magyar eltés kollégákkal, tehát megőrizte kapcsolódását a magyarországi szakcsillagászokkal. Egy olyan vizsgálatot hát mutatnak be a legfrissebb Monthly Notices of the Royal Astronomical Society labban elfogadott cikkükben, ami azt nézi meg, hogy milyen formáció, milyen keletkezési folyamatok eredményezhetnek ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegű fekete lyukakat. Ami az érdekes az egészben, hogy ők elméleti vizsgálatokat folytatnak, de nem egyenleteket, és nem is megfigyeléseket elemezgetnek, hanem egy nagyon részletes, szuper számítógéppel kiszámított szimulációt, ez a Renaissance szimuláció, ami interneten letölthető, és szuper számítógépekkel, hát azt vizsgálta meg egy független kutatócsoport, hogy egy ilyen 40x40x40 megaparszekes, tehát a nagyjából 120x120x120 millió fényéves térrészben mi történik az első 400 millió évben. És Hajman Zoltán és munkatársai pedig azt nézték meg, hogy ebben a szimulációban miket látnak. Ugye az egyik olyan föltevés, ami a korai nagy tömegű fekete lyukak kialakulását magyarázza, az arról szól, hogy a nagyon korai univerzumban akár ilyen 10^5, 10^6 naptömegű, vagy 10^4, 10^5, 10 000, 100 000, akár 1 millió naptömegű ilyen szuper nagy tömegű csillagok is keletkezhetnek. Ugye tipikusan itt a tejútrendszerünkben ma a legnagyobb tömegű csillagok nem érik el a 100 naptömegét. Ettől 100-szor nagyobb tömegű csillagok is kialakulhatnak bizonyos elméleti elvárások alapján, és azt nézték meg, hogy ha betápláljuk a newtoni dinamikát, betápláljuk a radiatív transferegyenletet, tehát a sugárzásnak a terjedését, beletápláljuk a hidrodinamikát, hogy mi történik egy kezdeti hidrogén-hélium felhővel, belerakjuk a sötét anyagot, és akkor elkezdjük ezt egy szuper számítógépbe futtatni, akkor kiszámíthatjuk azt, hogy hogy néz ki az univerzum. A helyzet az, hogy ez a Renaissance szimuláció, ez arról szól, hogy összekombinálva a gravitációt, összekombinálva azt, amit tudni vélünk a sötét anyagról és a normál anyagról, számítsuk ki azt, hogy milyen csomósodások, milyen kezdeti galaxis halmazokra emlékeztető formációk jönnek létre az első 400 millió évben. Ezt, amit itt most látunk, ezt ők számolták egy szuperszámítógépben, és aztán interneten publikus eddig, és lehet látni, az időként fölvillannak ilyen világító gázfelhők, na ott indult be a csillagkeletkezés. A dolognak a szépsége az, hogy hiába 100 millió fényéves maga a teljes térrész, amit leszimuláltak, valójában egy parszek, tehát három fényéves fölbontással. Még az egyedi csillagkeletkezési régiókat is be lehet azonosítani ezekben a szimulációkban. Ezt a konkrét számítási eredményt, ott középen egy vigyorgó tökfejet látok egyébként, hogyha a fantáziámat kicsit elengedem, akkor ebben lehet keresgélni azokat a galaxis csomókat, azokat a halókat sötét anyagból, amelyekben akár már ott lehetnek azok a fekete lyuk kezdemények, amiket mi keresünk a nagyvörös eltolódású kvazárok vizsgálatainál. Összefoglalva, tehát Hajman Zoltánék nem egyenleteket, nem megfigyeléseket, hanem egy numerikus szimuláció eredményeit elemezgették, és találtak is olyan csomókat, amelyeknek a vörös eltolódás, azaz az idő függvényében vizsgálva a tömeg fejlődését, ki lehetett azt mutatni, hogy ténylegesen keletkezhetnek ebben a korai gázfelhőben ilyen szuper csillagokra emlékeztető objektumok, amelyek aztán később összeolvadnak,
és a legvégén ott lesznek a galaxis, nagy méretű galaxisnak a magjában. Hogy a szimulációkban talált paraméterekkel, tehát hogy mekkora csomók, mekkora távolságban egymástól, mennyi idő alatt olvadnak össze, ez már megvizsgálható lesz közvetlenül a James Webb űrteleszkóppal, ezzel a szuperdrága, 10 milliárd dolláros infravörös űrteleszkóppal, már betekintést nyerhetünk abba a 8-as, 10-es vörös eltudás univerzumban, ahol az utolsó összealadások megtörténnek. De, mondják a szerzők, fontos lesz majd a 30-as években elinduló LINX röntgen űrtávcső is, mert hogy akkor a röntgen sugárzással látni lehet ezeket a csillagkeletkezési folyamatokat a nagy energiás oldalon, illetve az infravörösben pedig látjuk magát azt a struktúrát, amit létrehoznak ezek az összealadó csomók. Az egész vizsgálat arra mutat rá, hogy a szuper nagy tömegű fekete lyukak vizsgálatában az elmélészek meglepő módon bizony numerikus szimulációkat tovább elemezgetnek, ami azt jelzi, hogy a valóságtól legalább egy lépéssel odébb vannak, és akkor egy számítógép által kreált valóságot elemeznek, hogy ennek mi köze az igazi fizikai valósághoz. Na, ezt fogják majd nekünk megmutatni a James Webb és hasonló nagy teljesítményű űrteleszkópok valamikor a következő néhány évben. Eddig tartott a magyar titok, égi hírek magyar csillagászoktól. A Csillagászat és Földtani Kutató Központ két hetente jelentkező csillagászati hírműsora. Ugye ez egy kísérleti adás, érdekes koncepcióval próbálunk ugye itten szórakozni, ez már a negyedik rész. Vajon emészthető formában átadhatóak-e azok a szakcikkek, amit szakemberek írnak szakembereknek, és ezért aztán nagyrészt emiatt nem is jutnak el odáig, hogy sajtóközlemények keletkezzenek rájuk alapozva. Hát a fene se tudja, ez az idei évet rászánom erre az érdekes kísérletezésre, az biztos, hogy a következő részünk nem 2 hét múlva lesz, hanem 3 hét múlva, ha jól számom, akkor június 20-án, hétfőn este. Ha tetszett, akkor tessék feliratkozni bármelyik közösségi médiás platformon is látja most kedves nézőnk éppen ezt a videót. Mi szeretnénk, ha a jövőben közzétett videóinkat ugyanúgy követnék, mint eddig. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!